Gyógytorna lényege arról szól, hogy ez egy speciális mozgásformákkal foglalkozó, egyénre szabott kezelési elv alapján végzett mozgás. Bárkinek, aki úgy érzi, hogy esetleg szeretne megelőzni egy-egy problémát, vagy már van egy kialakult problémája, legyen az mondjuk egy műtét előtt, műtét után, vagy mondjuk mozgásszervi bajok bármelyike. Elvileg nincsen korhoz kötve, tornáztattunk már 3-4 hónapos babáktól egészen 80-90 éves korig is, úgyhogy nem korhoz kötött. A problémák köre meg elég tág, mert a neurológiai, ortopédiai, traumatológiai, reumatológiai megbetegedésekkel jönnek a leginkább hozzánk. Általában milyen gyakorlatokat használtok, hogy gyógyuljon a paciens? Hát ez mindig a betegségtől függ, de többségében hátonfekvő, hasonfekvő és ülő vagy álló feladatokat. Milyen segédeszközöket lehet használni egy-egy gyakorlat során? Lehet nagy labdát, tüskés dinerpárnát, lehet például kis labdát, de mivel az ember fantáziájára van bízva, ezért lehet mondjuk otthonról egy WC papír hurigát, vagy egy befőttes gumiból is tök jó új erősítő dolgokat lehet kitalálni, úgyhogy ez is végtelen. Van-e veszélye esetleg bizonyos betegségek esetén, és ha igen, akkor mik azok? Igen, van például mélyvénás trombózisnál, ugye fektetés szükséges, és ott például egyáltalán nem csinálunk tornát. Kicsit beszélgessünk a kineziológiai tapaszról. Mit tudhatunk róla? Hát azt kell tudni róla, hogy több színben létezik. Nálam most egy ilyen bézs színű van. Ez egy 5 méteres tekercsben kapható, általában 5 centi széles, és az anyaga pedig pamut. És kiknek ajánlott a használata? Főleg sportolóknak a leginkább, vagy pedig, hogyha mondjuk kell stabilizálni egy ízületet, vagy fájdalmat csillapítani. Milyen anyagokat tartalmazhat? Ugye, mint az előbb mondtam, ez főként pamutból áll, és vízálló légáteresztő, tehát lehet benne zuhanyozni, úszni, csak utána egy kicsit meg kell szárítani, hogy ne legyen ilyen vizes kutya effektusa. A felhelyezésének van bármilyen speciális szabálya? Vannak, igen. Ez is attól függ, hogy melyik testtájra, milyen betegségnél szeretnénk felrakni. Nem mindegy a húzás irány, honnan, hova halad a szalag, nem mindegy, mennyire nyújtjuk meg. Tehát oda kell figyelni. És végül hányszor és hány alkalommal használjuk? Hát ez is szintén a betegségtől függ. Általában 3-4 napot van fönt a szalag, és akkor a kezelést attól tesszük függővé, hogy mennyire fáj, vagy mennyire érintett az adott végtag.